Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Tartósan mínuszban van a főváros egyenlege, a támogatási megegyezéstől függ, hogy lesz-e csőd. Újabb feltételeket szab az Európai Bizottság az uniós pénzek folyósításához, a miniszter szerdán utazik egyeztetésre. És az ukránok nem akarják átengedni Bakhmutot, ha parlamentben a kormány békenyilatkozatáról vitázta. A miniszterek és államtitkárok után a köztisztviselőknek is távozniuk kellene az egyetemek alapítványi kuratóriumaiból, ezt kéri az Európai Bizottság a magyar kormánytól, tudta meg a Népszava. Azt pedig a Magyar Nemzet írta meg, hogy az Erasmus felfüggesztése miatt az Európai Bizottság elnökéhez fordulnak a modellváltó egyetemek rektorai. Jelenleg még Süli János fideszes parlamenti képviselő, a Dunai Városi Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke, Lezsák Sándor az országgyűlés fideszes alelnöke pedig a Neumann János egyetemi. Trócsányi László a Fidesz EP képviselője, a Szegedi Egyetem, Bajkai István és Fazeka Sándor fideszes országgyűlési képviselők az Állatorvostudományi Egyetem, Sanda Tamás, Novák Katalin köztársasági elnök kabinetfőnöke és a KDNP alelnöke, valamint Mészáros József, a KDNP pártalapítványának vezetője pedig a Nyíregyházi Egyetemet fenntartó kuratórium tagjai. Mindannyiuknak távozniuk kellene ezekből a tisztségükből az Európai Bizottság javaslata értelmében ahhoz, hogy az Európai Unió ismét szerződjön a modellt váltott egyetemekkel az Erasmus és a Horizont Európa program uniós támogatásáról, tudta meg a Népszava. A DK javaslata arról szólt, hogy aki az elmúlt 10 évben bármilyen politikai pozíciót betöltött, vagy annak a családtagja, ne vehessen részt az egyetemeket fenntartó alapítványok vezetésében. A kormánypárti képviselők leszavazták az Igazságügyi Bizottság hétfő délelőtti ülésén a DK javaslatát. A Momentum szerint teljesen egyértelműek a bizottság feltételei, meg kell szüntetni az egyetemi kuratóriumok átpolitizáltságát. Senki sem gondolja, hogy jó megoldás lenne az, hogyha Varga Judit távozik, viszont a helyére ugyanúgy egy Fideszhez köthető ember kerül. Az Orbán kormánynak be kell tartania az Európai Bizottság feltételeit, csak így tudja megmenteni a magyar fiatalok jövőjét. Újhely István híradónak úgy nyilatkozott, a kormány még mindig nem érti, hogy az Európai Unió már kitanulta a Fidesz viselkedését. Elfogadhatatlan az Európai Uniónak, hogy életük végéig kinevezett kurátorok üljenek ott. Egy 2x4 évben meg tudna egyezni az európai közösség, mint ahogy nem elég az sem, hogyha csak a minisztereket visszavonják, az országgyűlési képviselőknek, a politikai kinevezetteknek, az államigazgatás szervei, fideszes vezetőinek sincs ott helye. Arról már a Magyar Nemzet számolt be, hogy magyar egyetemi rektorok levelet írtak az Európai Bizottság elnökének, mert szerintük példanélküli, hogy a tanácsi határozat az Erasmusszal kapcsolatban a modellt váltott egyetemek vezetőinek megkérdezése nélkül született meg. Kerestük az ügyben Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert, sajtóosztályától azt a választ kaptuk, hogy a tárgyalási folyamat közepén nem tartanák illendőnek, hogy a megbeszélésekről információkat adjanak. Ezért a miniszter a szerdai brüsszeli tárgyalás előtt nem nyilatkozik. Az új pedagógus státusztörvény totális jogfosztás és egyfajta bosszú válaszul a tiltakozó akciókra, iskolai polgári engedetlenségre. Így értékelt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének alelnöke a belügyminisztérium új törvénytervezetét. Tocsik Tamás azt mondta, a törvény hátrányosan érinteni a pedagógusokat, például megszüntetné a közalkalmazotti jogviszonyukat. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanárok többletmunkájának díjazása is kedvezőtlenebb lenne, és tovább szűkülne a sztrájk lehetősége. Mindez szembe megy a kormány korábbi Európai Bizottságnak tett vállalásával, amely szerint nem vezetnek be egyoldalúan a terheket növelő és a szakmai autonómiát korlátozó szabályokat, mondta Nagy Erzsébet. Tartósan mínuszban van a főváros folyószámla egyenlege, mondta híradónknak Kis Ambrus. A főpolgármester helyettes szerint, ha a Budapest vezetése nem tud megegyezni a támogatások mértékéről, akkor az önkormányzat akár csődöt is jelenthet. A híradónknak nyilatkozó elemző szerint biztos lesz megegyezés a kötélhúzás végén, mert ha tényleg fizetésképtelenné válna a főváros, az jelentős presztízveszteség lehet a kormány számára.
65 nap telt el ebből az évből, és 65 napból 47 napon keresztül folyószámlánk az negatív egyenleget mutatott. A főváros költségvetésének jelenlegi állapotát magyarázza Kis Ambrus. A főpolgármester helyettes szerint, amennyiben nem sikerül a kormánnyal egyességre jutni a Budapestet illető támogatások mértékéről, akkor az önkormányzat kénytelen lesz csődöt jelenteni. A működést jelenleg a 25 milliárd forint keretű folyószámla hitelből biztosítják, és bár érkeznek az EU-tól támogatások, azzal nem mennek sokra. Ebben az évben nagyjából 1 milliárd forint az, ami közvetlen brüsszeli támogatásból érkezik, de azért ezek projektekhez, fejlesztésekhez kapcsolódnak, nem pedig működéshez. Most pedig egyébként engem a működési problémák feszélyeznek, semmint az, hogy mit tudunk fejleszteni. Sajnos eljutottunk odáig, hogy pár hónapra előre látunk, és azt is csak működés tekintetében. Az egyik súlyos tétel a költségvetésben az úgynevezett szolidaritási adó, amit az állami kasszába fizet az önkormányzat. 2019-ben a főváros bevétele 266 milliárd forint volt, ekkor 10 milliárd forintnyi szolidaritási adót szedett be a kormány. 2023-ban a bevétel másfélszeresére nőtt, viszont a büdzsébe több mint 5,5-szer annyit fizet vissza Budapest. Kerestük a kormányt, hogy miért szed be sokkal több adót a fővárostól, mint Tarlós István idejében, illetve hogy mikor sikerül megegyezni a Budapestnek járó juttatásokról, de adásunkig nem kaptunk választ. Szerettük volna a közgyűlés fideszes frakciójának álláspontját is megtudni, de nem nyilatkoztak. Nagy támogatottsága, 60% körüli támogatottsága van Karácsony Gergelynek. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a csődközeli helyzetért többségében nem a városvezetést, hanem a kormány teszik felelőssé a budapestiek. Horn Gábor szerint a Fidesz-KDNP-nek sem lehet érdeke a csőd, így az elemző megegyezésre számít. Ha például megállna a fővárosi tömegközlekedés, az biztos, hogy a kormányon is csattanna. Tehát ha mondjuk a BKV lehetetlen helyzetbe kerül, nem járna a metró, nem állnának a villamosok, a buszok, az azt gondolom, hogy egy olyan helyzet lenne, ami alapján lépni kell. A főváros március 15-e után számít az iparűzési adó beérkezésére, amivel a számítások szerint vélhetően legalább egy hónapig pluszban lesz az önkormányzat folyószámla egyenlege. Már 12 ezeren jelezték a Magyar Orvosi Kamaránál a kötelező tagság megszüntetéséről szóló szerdai törvénymódosítás óta, hogy továbbra is tagok akarnak maradni. Aki nem nyilatkozik, az a határidő lejártával automatikusan törlődik a tagok névsorából. A MOK elnöke a Fortuna-nak azt mondta, hogy nem az anyagi érdek, hanem az önbecsülés miatt érdemes maradni. Kincses Gyula hozzátette, csalódott a kormány, ahogy mondta, totális, durva, gyors és igazságtalan támadása miatt. Orbán Viktortól pedig nem kér időpontot, mert nem látja esélyét, hogy visszavonnák a törvényt, ha elmondaná neki, hogy mekkora hazugság, amivel támadják őket. 10%-kal drágultak a taxis tarifák Budapesten. Az Országos Taxiszövetség elnöke szerint ugyanakkor nem elég a mostani emelés. A főpolgármester helyettes viszont híradónknak azt mondta, hogy további emelésre csak akkor van esély, ha a taxisok körülményeit meghatározó fogyasztói kosár 20%-nál nagyobb mértékben drágul. A repülőtérre sietnek ezek a taxik a budapesti forgalomban. Az utasoknak a fővárosban hétfő óta 10%-kal többet kell fizetniük az útért. Az emelésről a fővárosi közgyűlés a szakmai tárgyalások után még januárban döntött. A taxiszervezetek két javaslatot tettek. Az extra kényelmi díjat 1000 forintról 2000 forintra, a viteldíjat 10%-kal emelték volna. De jelezték, hosszabb távon ez lehet, hogy kevés lesz, ezért januárban már 17-18%-os emelést javasoltak. A fővárosi közgyűlés azonban a decemberi 10%-os emelésről szóló verziót fogadta el. Így az alapdíj 1000-ről 1100 forintra, a kilométerdíj 400-ról 440 forintra, a percdíj pedig 100-ról 110 forintra emelkedett. A díjemelést a Városháza az üzemanyag ársapka decemberi eltörlésével indokolta. Az ársapka kivezetésével 135 ezer forint egy átlag taxisnak, a bevételnek a csökkenése. Az Országos Taxiszövetség elnöke szerint a 10%-os emelés decemberben lett volna aktuális. Metel Zoltán emlékeztetett, a közös megegyezés szerint a tarifa megállapításánál nem csak az üzemanyagárakat, hanem a bruttó átlagkeresetet és a maginflációt is figyelembe kell venni. A főváros és a szakmai szervezet hétfőn ismét tárgyalóasztalhoz ült. Szeretnénk választ kapni arra, hogy miért nem a januári
nak megfelelő egyeztetés került elfogadásra. Miért jó az a Városházának, hogy most tavasszal egy újabb tárgyalást kell ebben a témában kezdeményeznünk? A főpolgármester helyettes elmondta, az elmúlt egy évben már közel 50%-os emelés történt. Ehhez képest szerettek volna pont a mai emelés napján további emelést kérni a taxistársaságuk. Ezt akkor látjuk elképzelhetőnek, hogyha a januári közgyűlésen elfogadott döntés teljesül, azaz az a fogyasztói kosár, amely figyelembe veszi az üzemanyagváltozást, az átlagkereset változást, illetve a egyéb inflációs adatokat, az 20%-osnál magasabb mértékben növekszik innentől kezdve. Ez már Pécs, ahol nem kötött, hanem piaci árszabással dolgoznak a taxisok, átlagosan 700 forintos alapdíjért. Ezt a szolgáltatást tudni kell eladni, tehát van egy lélektani határ, ameddig itt Baranyában vagy Pécset lehet ezeket a tarifákat emelni, sajnos a fölött nem. A Volán taxi ügyvezetője szerint ez maximum 10-15%-os emelést jelenthetne a jövőben, a tavalyi 20%-os drágulás után. 4,5%-kal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom januárban az egy évvel korábbihoz képest a KSH adatai alapján. Az élelmiszerboltokban 4,8%-kal csökkent a forgalom, az élelmiszer mellett mást is árusító üzletekben pedig 6,7%-kal esett vissza. Az élelmiszer mellett italt és dohányárut is forgalmazó szaküzletekben 3%-kal, a ruházati és cipőboltokban 13%-kal emelkedett a forgalom, miközben a bútor és műszaki cikk üzleteké 6,5%-kal csökkent. Az üzemanyagtöltő állomások forgalma 9,7%-kal lett kisebb. A HVG arra hívja fel a figyelmet, hogy az adatok a vásárolt áruk mennyiségét jelzik, nem pedig az értéküket. Az infláció ugyanis akkora, hogy az emberek kevesebb termékért, így is 22%-kal több pénzt hagytak a boltokban a tavaly januárihoz képest. A legtöbb menzán 20-25%-kal többet kell fizetni a gyerekek étkezéséért, ugyanakkor bizonyos önkormányzatok nem emelik a díjakat. Olyan település is van, ahol eddig mindenki ingyen kapta az ellátást, de az áremelkedés miatt kénytelenek voltak megszüntetni ezt a kedvezményt. Pécsen az idén nem emelte az önkormányzat, és egyelőre nem is tervezi emelni a közétkeztetés térítési díjait. Akkor, amikor az energiaválság minden pécsi családot érint, és egyre nagyobb az infláció, akkor a pécsi városvezetés nem szeretné tovább terhelni a pécsi családokat. Éppen ezért azokban az intézményekben, ahol az önkormányzat biztosítja a közétkeztetést, nem volt térítési díj emelés, és jelenleg nincs is ilyen terv az önkormányzatban. A közeli Kozár-Mislány önkormányzata már nem tudott ilyen nagyvonalú lenni. Az emelkedő alapanyagok áraiból fakadó növekedést azonban nem terhelik egészében át az érintettekre. Sajnos 20%-os emelésről kellett dönteni a képviselőtestületnek. Ez a 20%-os emelés még mindig jóval alatta van, mint az általános nyersanyagárak emelése, úgyhogy sajnos április 1-ével ennyivel fognak emelkedni. Letenyén tavaly emelték meg drasztikusan a menzadíjakat. Itt az óvodások a korábbi 350 forint helyett 750, míg az iskolások az ugyancsak 350 forint helyett 950 forintot fizetnek már az étkezésért. Volt szülő, aki kifogásolta, hogy miért volt szükség az emelésre, viszont voltak olyan szülők, akik tudták és tisztában voltak azzal, hogy a nyersanyagárak emelkednek, emiatt a térítési díjak is megemelésre kerültek. Nagykanizsán az elmúlt egy évben kétszer is emelték a menzák díjait. Brutálisabb áremelkedés volt az év második felében, még egyszer kellett emelnünk. Ez azt jelentette, hogy ősztől egy 20%-ot, és most a lakosság felé szintén 20%-ot emeltünk ősszel, ugyanakkor a vállalkozó felé pedig 30%-kal fizetünk többet, ma a magyarán a különbözetet az önkormányzat egészíti ki. A hajdúsági Monostorpályban 10 éve senkinek nem kellett térítési díjat fizetni a menzai étkezésért, ezt azonban már nem tudja az önkormányzat tovább finanszírozni. Térítési díjakat vissza kellett. Újra be kellett, hogy vezessük az étkezésben. Így most egy bölcsődés gyereknél olyan 780-800 forint körül van, egy négyszeri étkezés, az általános iskolás gyerekeknél egy háromszori étkezés, az pedig 780 forint plusz áfa, tehát ez a nettó összeg. A közétkeztetés díját az önkormányzatok határozhatják meg, melyhez egyébként állami támogatást is kapnak, de ez nem elég a teljes költségre. A Fidesz-KDNP képviselői leszavazták, hogy a Parlament Igazságügyi Bizottsága vizsgálóbizottságot hozzon létre a Völner Sádl ügyben. A testület felállítását ellenzéki parlamenti képviselők kezdeményezték. A javaslat szerint vizsgálták volna Varga Judit igazságügyi miniszter esetleges felelősségét is.
Korábban a miniszter cáfolta, hogy bármi köze lenne a korrupciós ügyhöz. A bíróságon egyébként Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkár és Sádl György, a végrehajtói kar vezetője is tagadta az ellene felhozott vádakat. Ezek lényege, hogy Sádl György több tízmilliós nagyságrendben adott rendszeresen kenőpénzt Völner Pálnak, vagyis a minisztérium második emberének, hogy az különböző ügyeket intézzen el neki, felhasználva politikai befolyását. Nem adják fel Bahmutot, így döntött Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök az ukrán hadsereg vezetőivel egyetértésben. Sajtóhírek szerint az államfő és a hadsereg főparancsnoka között éles ellentét volt, mivel utóbbi már hetek óta a kivonulást sürgeti. Önkéntesek hoztak segélyeket egy idős ukrán embernek a frontvonali Avgyijivkában. A 73 éves férfi elmondása szerint éveleje óta ebben a pincében él a kelet-ukrajnai településen. Hiába mondják neki, hogy a gyerekei és unokái aggódnak érte, nem akar távozni, mert szerinte az oroszok máshol is utolérhetik. Intenzív küzdelem zajlik az 1300 kilométeres frontvonal szinte teljes hosszán, az orosz megszállók és az ukrán védők között. A legkegyetlenebb harcok a Donyeck megyei Bahmutban zajlanak. A német Bild úgy értesült, hogy az ukrán elnök ragaszkodik a nemrég még 70 ezres város megtartásához, a vezérkar viszont már feladná a csak nem minden oldalról bekerített települést. Volodymyr Zelenszky hétfőn összehívta a hadsereg vezetését, és sajtóhírek szerint közösen úgy döntöttek, folytatják Bahmut védelmét, sőt, megerősítik az ukrán csapatok pozícióját. Ettől tart a Wagner hírhet orosz magánhadsereg alapítója is, akinek az orosz börtönökben verbúvált katonái ostromolják Bahmutot. Brit források szerint az oroszok ásokkal felszerelt tartalékosokat is küldtek Ukrajnába, a közelharcok egyre gyakoribbá válása miatt. Ha a Wagner visszavonul Bakhmut alól, akkor az egész front össze fog omlani. A Wagner tartja az egészet össze, fejtegette a zsoldos sereg alapítója. A Wall Street Journal viszont azt írja, hogy a Wagner célja nem is Bakhmut bevétele, hanem az ukrán csapatok kimerítése, amelyek így nem tudnak megfelelően felkészülni a tavaszi offenzívára. Közben az oroszok az éjjel kamikáze drónokkal támadták az ukrán településeket, és több légi csapást is mértek ukrán célpontok ellen. Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter a Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordult, hogy vizsgálja ki egy ukrán hadifogoly videóra vett kivégzését. A közösségi médiában bemutatott felvételen az látszik, hogy a fegyvertelen, cigarettázó, egyenruhás katona azt mondja, dicsőség Ukrajnának, majd több lövéssel végeznek vele. Nem tudni, hogy a videó honnan származik, a katonát nem sikerült azonosítani, és kivégzői sem látszanak. A felvétel országos felháborodást váltott ki, és Zelenszky elnök is háborús bűncselekménynek nevezte a történteket. A kormány békenyilatkozatának elfogadására szólított fel a parlamentben a külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter megismételte, hogy a béke érdekében az Egyesült Államoknak és Oroszországnak kell közvetlen és érdemi tárgyalásokat folytatnia. Az ellenzék egy része élesen bírálta a külügyminisztert, és javaslatot tett arra is, hogy járjon közben a békéért. A 25. órában vagyunk ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy az orosz-ukrán háború világháborúvá váljon. Hangsúlyozta Szijjártó Péter a parlamentben, és a kormány békepárti határozatának elfogadására szólított fel. Emberéleteket tehát nem fegyverszállításokkal, nem szankciókkal, hanem békével lehet menteni. A békéhez tűzszünetre és béke tárgyalásokra van szükség. A Párbeszéd azt javasolta a külügyminiszternek, hogy járjon közben a béke érdekében. Ön olyan sokszor látogatja meg például az orosz külügyminisztert Lavrovot. Miért nem szólítja föl arra, hogy azonnal fejezze be a háborút, és vonuljanak ki Ukrajna teljes területéről? Legyenek ezek a közös követeléseink, hogy legyen igazságos béke. Merjük kimondani azt, merje ön is kimondani, és a képviselőtársa is kimondani azt, hogy ruszkik haza. A mi hazánk szerint Ukrajnának kellene áldozatot hoznia a békéért. Hogyan lehet a háborúnak véget vetni, hogyha egyik oldalról sem érkeznek oda fegyverek, illetve hogyha kimondjuk azt, hogy ahhoz, hogy béke legyen, hogy vége legyen ennek a háborúnak, ehhez Ukrajnának le kell mondani területekről. A Fidesz frakció vezetője azzal érvelt, hogy a kormány békepárti határozata a magyar érdekeket tartja szem előtt. Na most mondok egy szokatlan, ez a magyar országgyűlés, urai. Ide ne akarjanak olyan nemzetközi dimenziókat behozni, amelyek teljesen
teljesen kinullázzák a magyar álláspontot. Önök imádnak a nemzeti érdekről beszélni. Mi a nemzeti érdek, képviselőtársaim? Nemzeti érdek az, hogy Magyarország biztonságban legyen. Az LMP szerint, ameddig Oroszország azt gondolja, hogy Kelet-Európa ura, addig nincs biztonságban ez a térség. A mi szempontunkból egyetlen egy dolog fontos, hogy február 24-én azok a tankok Moszkvából rossz irányba indultak el. Ezen túlmenően nekünk nagy geopolitikai megfejtésekre nincsen szükségünk. Mi azt mondjuk, hogyha ugyanazt ide behozzák a magyar parlament falai közé, amit az ENSZ közgyűlésen önök javasoltak és megszavaztak, akkor nagyon nagy örömmel fogjuk ezt támogatni, és lehet egy konszenzusos javaslat. Az ENSZ közgyűlésen elfogadott dokumentumból harangozó Tamás azt idézte, a világszervezet megerősíti elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása mellett. Németh Zsolt szerint nagy örömmel várják a finnek a fideszes küldöttséget, és megértik a delegáció látogatásának célját. Ezt az ATV.hu-nak mondta a Magyar Külügyi Bizottság elnöke, aki az utazás előtt találkozott finn kollégájával. Néhány napja azonban ugyanennek a finn bizottságnak az alelnöke másként nyilatkozott. Egy cikk szerint azt mondta, hogy a magyar küldöttséget a Fidesz és Orbán Viktor küldöttjeinek tartják, nem pedig parlamenti delegációnak. Tovább a látogatás hátterében szerinte magyar belpolitikai célok állnak, és Finnországnak nincs miről tárgyalni a négy tagú küldöttséggel. Távollétében ítélték 15 év börtönre a száműzött fehér-orosz ellenzéki vezetőt Svetlana Szijjanuszkája ellen. Hazaárulás, valamint az alkotmányos rend megdöntésére irányuló összeesküvés volt a vád. A Litvániában élő Szijjanuszkája mikroblogján komédiának nevezte az ellene zajló pert, és kijelentette, küzdelmét egészen addig folytatja, amíg a börtönbe vetett több ezer ártatlan ember vissza nem nyeri szabadságát. Szijjanuszkája sokak szerint több szavazatot kapott a legutóbbi elnökválasztáson, mint Lukasenka, emiatt hónapokig tartottak az ellenzéki megmozdulások Belarusban. Egy kíváncsi koala lepte meg egy dél-ausztráliai benzinkút munkatársait. A biztonsági kamerák felvételein jól látszik, hogy az erszényes állat alaposan szétnézett az Adelaide-től keletre található benzinkúton. A pult mögé is bekukkantott, majd felmászott az egyik alkalmazott lábára. A többiek persze csak nevettek ezen, és azt mondták, nem tudnak neki segíteni. A koala mintegy 40 percet töltött a benzinkúton, mielőtt a vadvédelem szakemberei elvitték, közben a benzinkutasok kikiáltották őt a hely legújabb alkalmazottjának. Híradónk után hamarosan kezdődik Start című műsorunk. Kruger Emiliától tudjuk, hogy milyen témákkal. Jó reggel, szervusz Emili. Szervusz Tamás, köszöntöm a nézőket, mondok is egy-két témát és egy-két vendéget. Például kapásból a szigorlatot, majd Tordai Bencével, a Párbeszéd társelnökével kezdjük. És azzal a hírrel, ami nálatok is vezető hír volt a híradóban, miszerint az Európai Bizottságnak csak fenntartásai vannak a továbbiakban is az alapítványi modellben működő egyetemekkel kapcsolatban, gyakorlatilag mindenféle politikai összeférhetetlenséget szeretnének újra szabályozni, tehát messze nem elég az, hogyha a miniszterek, államtitkárok kiszállnak a kuratóriumokból, meg hát ezzel az élethosszig tartó kuratóriumi tagsággal is van problémája az Európai Bizottságnak, úgyhogy erről mindenképpen beszélünk Tordai Bencével, és vele is, illetve Varga Zoltánnal, a DK országgyűlési képviselőjével, pedig a debreceni akkumulátorgyár ügyéről, mert hogy Debrecen polgármestere adott egy nagyon-nagyon hosszú és kimerítő interjút tegnap az Indexnek, amiben azt mondta, hogy itt igazániból nem az akkumulátorgyár szennyezi a környezetet, hanem a politika, mert hogy teljesen félreérthető és téves információk vannak az akkumulátorgyárról a közvéleményben, ezeket ő tisztázta, magyarán, hogy itt egyáltalán nincsen vízhiány Debrecenben, egyáltalán nincs szó arról, hogy ne lenne elég energia, mert pont, hogy plusz beruházások történnek, és azt is elmondta, hogy igenis van akkora munkanélküliség, ami miatt jót tenne egy ekkora beruházás Debrecenben, és úgy satszolt, hogy az évtized közepére, a második felének elejére, tehát mondjuk 2026-ra épülhet föl ez a gyár, úgyhogy ez is témánk lesz, és egyébként Varga
Zoltántól, mint a Népjóléti Bizottság elnökétől, majd azt is meg fogom kérdezni, hogy mivel nem ment el Pintér Sándor az ülésre, így nem tudtunk meg részleteket azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan tovább egészségügyi átalakítás. És akkor még egy parlamenti témánk lesz, mert hogy ugye ti is idéztétek, hogy Szijjártó Péter felszólalt tegnap a parlamentben, és hát egy igen erős adókapok alakult ki. Például többen nehezményezték azt, hogy hát, hogyha ő olyan jóban van az oroszokkal, mert hát ugye barátság érdemrendet kapott, akkor beszélje meg ezt a béke kérdését személyesen velük. Erre ő úgy válaszolt, hogy hát ezt a baloldal annyira ne feszegesse, amikor ugye Gyurcsány Ferenc Totó kutyával hát gyakran találkozott Putyin elnökkel anno. Na erről a vitáról majd az orosz háborús blokkunkban fogunk beszélgetni többek között Horváth Gáborral, a Népszava újságírójával, és még egy ingatlanpiaci körkép is vár ránk ma reggel, mert hogy egyre inkább megéri alkudni, hogyha valaki az ingatlanpiacon vevőként jelenik meg. A többi részletet majd Tamással mondjuk, várlak ide a stúdióba. Köszönjük, Emília, igen, megyek, hamarosan kezdjük együtt. A ma reggel is tartott, ami egészen 8.55-ig tart. Benne 7 órakor, majd utána 8.55-kor egy híradóval tájékoztatjuk még önöket. Kezdjék velünk a napot itt az ATV-n.